Görög titkos ügynöknek vallotta magát Hassan F. a letartóztatásakor, erről írta a Magyar Nemzet. A terrorista azt mondta a nyomozóknak, hogy az Iszlám Állam Európába érkezett a terroristáinak felkutatásában segít. Vendégünk a témában Földi László biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát valóban egyébként az egyik legújabb hír ezzel kapcsolatban, hogy ő azt mondta, ez a bizonyos Hassan, ez a szír férfi, hogy görög titkos ügynök, és tulajdonképpen az ő feladata az az volt, hogy felkutassa ezeket a terroristákat Európában. Egy analfabéta emberről beszélünk egyébként. Mennyire hihető ez a sztori? Hát biztos, hogy nem az. Hiszen, hogyha az lenne, akkor erről nem beszélhetne. De azt gondolom, hogy nem kell nagyon találgatni hivatalos szerveknek, hiszen meg kell kérdezni a görög szolgálatot, nyilván nem a médián keresztül, hogy valóban van-e ilyen kapcsolat. Az egyébként nem zárható ki, hisz a titkosszolgálat lényege ugye a hálózatépítés, tehát minél több ember szeretne bevonni a felderítő munkájába. Tehát magyarul nem elképzelhetetlen, hogy a menekült táborokban akár a görög szolgálat is jelen van, és próbál kialakítani kapcsolatot ugye az odaérkezőkkel, különösen akkor, hogyha van esély rá, hogy például ilyen rendszerekben, mint a dzsihád harcosok, vagy az Iszlám Állam konkrétan be tudnának épülni, mint forrás. De ezek a beszélgetések nem mindig végződnek azzal, hogy együttműködés kialakul. Tehát az is elképzelhető, ad abszurdum, hogy ezzel a szélemberrel szintén beszélgettek, nem vállalt semmit, nem tartották alkalmasnak adott esetben, de ő ezt már úgy éli meg, hogy tulajdonképpen megvan az együttműködés. De még egyszer hangsúlyozom, amennyiben meg lenne valóban, akkor az az első kiképzési pont, hogy erről nem beszélhet, hisz az együttműködés titkos minden körülmények között. Nyilvánvalóan, és mi laikusok ugye azt gondolnánk, hogy majd a görög titkosszolgált biztos elárulja, hogy egyébként titkos ügynök volt ez az ember, ugye erre semmi esély nem lenne. Érdekes dolog volt ezzel kapcsolatban, beszélgettem egyébként Dezső Tamással is, a Migrációkutató Intézet munkatársával, és ő azt mondta, hogy neki szent meggyőződés az, hogy az Iszlám Állam az, aki ezt a férfit egyébként Európába küldte, pont annak érdekében, hogy megtalálja ezeket az Európában élő terrorista sejteket, és valamilyen módon esetleg aktivizálja azokat. Ez elképzelhető? Ugye két irányú mozgás van ebben a kérdésben, egyetért a professzor úrral. Egyrészt nyilvánvalóan föl kell venni azokkal a kapcsolatot, akik maguk is vállalkoznának mondjuk arra, hogy Európán belül, ráadásul európai polgárként ugye bázist építenek az Iszlám Állam ideérkezőik számára. A másik történet pedig ide kell hozni az Iszlám Állam katonáit, hiszen ugye látjuk azt, hogy gyakorlatilag a kalifátust felszámolták. Én nem biztos, hogy ezt jó iránynak tartom, hiszen ez egyértelműen azt fogja jelenteni, hogy szétspriccelnek azok a katonák, akik egyébként nem teszik le a fegyvert, hisz az életüket tették föl a dzsihádra, illetve a harcra. Most ugye ez a szétszóródásnak az egyik iránya nyilván Európa lesz, két ok miatt. Egyrészt, mert itt az élettér adott, másrészt nyitottak a határaink, rengeteget beszéltünk erről. Tulajdonképpen formálisan persze nem nyitott, de gyakorlatban igen, hiszen az ellenőrzés rendkívül gyenge, és nem irányul arra, hogy minden áron kiszűrje a nem kívánt elemeket, főleg az illegális ugye, mozgást. Igen, ugye Hassannak az esete is azt mutatja, nem, hogy ő tulajdonképpen elmenekült akkor, miután elkövette azokat a cselekményeket, mert ezzel kapcsolatban is szeretném kérdezni, hogy pontosan őt most mivel vádolják, hogy gyakorlatilag elmenekült a hazájából, és minden gond nélkül kapott papírokat Görögországban, amely papírokkal aztán bejárta Európát. És aztán még ott van az a bizonyos névtelen bankkártyák, ugye majd erre is rátérünk. Tehát egyszer az, hogy miután az ISIS-t felszámolták, akkor ez egy nagyon komoly veszély Európára nézve, hogy ezek az ISIS katonák gyakorlatilag tényleg szétszóródhatnak Európa szerte. Ez az egyik kérdés. A másik, hogy valóban megtehetik-e ezt, ahogy a Hassan példája mutatja, akár hivatalosan adott menekült papírokkal. Igen, tehát abban a pillanatban, hogy a kalifátust felszámolták, ugye automatikusan a stratégiának a következő pontja az, hogy semmilyen mozgást nem engedek Európa irányába. Tehát teljesen mindegy, hogy iszlám katona vagy bárki más, egy ártatlan civil, hiszen onnantól kezdve, hogy továbbra is szabadon, és tulajdonképpen nagyon laza ellenőrzéssel, ugye ez a görög példa is mutatja,
hogy bemondásos alapon kaphatok identitást, ilyen értelemben papírokat és a szükséges okmányokat. Ez nem elégséges ahhoz, hogy Európát normális módon meg tudjuk védeni, kifejezetten azoktól, akik ide másodszándékkal érkeznek. Tehát jelen pillanatban az európai védelmi stratégia az elfogadhatatlan. Nyilvánvalóan van, azt nem mondhatom, hogy nincs, de gyakorlatban olyan értelemben persze nincs, hogy nem véd azoktól, akik ellenségként közelednek. Na most a papírok megszerzése, hát ez két, megint csak két dolog van, bemondásos alapon, vagy sikerül olyan okmányokkal megérkeznie, amelyek biankóként saját maga tölt ki, olyan névvel és olyan adattal, amit ő kitalál abban a pillanatban, és megint nincs mód ellenőrizni, egyfelől, mert lehet, hogy a papír maga, mint dokumentum valósnak tűnik, másrészt pedig ahonnan érkeznek ezek az emberek, azokkal országoknak a hatóságai, a együttműködés, hát lehet, hogy korrekt, csak éppen nem pontos. Magyarul nem tudják ellenőrizni az európai hatóságok, sem Szíriában, sem Irakban, jelen pillanatban, hogy valóban megfelelnek az adatok az okmányban leírtaknak. Egyébként Hassan először pont így bukott le, hogyha jól tudom, a feléjegyi repülőtér, hogy a feleségének volt ilyen hamisított dokumentuma papírja. Elképzelhető egyébként, hogy azon évek alatt, amikor ő már itt volt Európában, akkor akár ilyen módon embercsempészettel is foglalkozhatott, mert lehet, hogy ilyen bianco dokumentumok rendelkezésére álltak. Hát igen, itt tulajdonképpen mindenki, aki ebben a rendszerben jelen van, hogy mondjam, mindenféle munkát végez idézőjelbetéve. Valamiből nem azért, de úgymond meg kell élnie, tehát még az a bizonyos névtelen bankkártya, és aztán majd erre is térjünk rá, amit kapott, és 150 ezer forintnak megfelelő eurószeget kapott rá, hogyha jól tudom, két havonta, azért ez nem elegendő arra, hogy ő megéljen. Panaszkodott is rá szegény idézőjelben. Igen, szóval ráadásul szeretnek nagy lábon élni azok, akik magukat fontos embernek tartják, de ez most ilyen szempontból mindegy, és itt a gond ugye az, hogy gyakorlatilag ezeknek az embereknek a nyomon követése az ma elképzelhetetlen operatív értelemben, hiszen a létszámuk és az adott körülmények miatt ugye erre nagyon nehéz odafigyelni és koncentrálni. Itt a probléma mindig politikai hátterű, az az én szerény véleményem, és kevésbé szakmai. A szakmai már egy következmény, a politikai pedig az ok. Mégpedig az, hogy Európával kapcsolatban mik az elképzelések. Ugye itt a népesedés politikától kezdve tulajdonképpen a multikultúra kérdéséig bezárólag, tehát nincs kitisztult folyamat, nincs kitisztult koncepció arra, hogy ebben az elképzelésben, ebben a jövőképben akkor milyen konkrét lépéseket kell, vagy nem kell tenni, milyen jogszabályokat kell felállítani, és miért nem. Tehát valóban az lehet egy jó szándékú magatartás, hogy az ideérkezők ugye ne lopjonak, ne raboljanak, ezért valami pénzt kell nekik adni, ugye itt a kártyára visszautalva. Na de úgy, hogy nem tudom, hogy mire használja, úgy, hogy nem kötöm személyhez ennek az adatát, hiszen hogyha egy bankból kártyát kapunk, az a nevünk rajta szerepel, kódot kapunk, amire tudjuk használni, és így tovább. Tehát egy nagyon szigorú szabálynak kell megfelelni nekünk, európai polgároknak, amikor bankkártyával dolgozunk. Na most messziről jött ember, nem tudjuk, hogy kicsoda, és mégis tulajdonképpen szabadon rendelkezik, hát ez minimum azt jelenti, hogy visszaél vele. Ugye az ENSZ és az Európai Unió mai napig arra hivatkozik, hogy ugyanezek anonim bankkártyák, de pontosan regisztrálva van, hogy ki kapja, hogy mire használják ezt a pénzt, és hogy egyébként csak Görögországban lehet egyébként is használni ezeket a kártyákat, de hát éppen ennek a szír férfinek a példája mutatja, hogy ez egyszerűen nem igaz. Az Eko TV Brüsszel tudósítója egyébként megkérdezte az Európai Bizottság szóvivőjét ebben a kérdésben, és konzekvensen kitartanak ezen álláspontjuk mellett. Hát épp erről beszélgettünk, hogy az identitást nem lehet megállapítani. Hát így van. Tehát akkor innentől kezdve... Tehát, hogyha egy bianco úti okmánnyal kérik, akkor innentől kezdve... Innentől kezdve teljesen értelmetlen ez a mondat természetesen. Itt a szándék egyértelműen az, hogy minél több bevándorló érkezzen Európába, ez az alaptétel, és mindegy, hogy milyen áron, milyen módon, ezeket támogatni kell így úgy amúgy, NGO-kkal, kártyákkal, hatósági lehetőségekkel, jogszabályok, megengedő jogszabályokkal és itt. Tehát ez egy nagyon világos stratégia, én azt gondolom, hogy ez csak magyarázni is basszó nehéz arról a részről. Még egy mondatot engedje meg, hogyha ő valóban szerződött, és visszatérve a görög titkosszolgált együttműködésre, akkor halálra van ítélve.
Hiszen azokban a rendszerekben, mint az ISIS például, vagy más terrorszervezetben a beépülés megakadályozása a legfontosabb védelmi politika, hogy így fogalmazzak. Tehát bárkivel kapcsolatban gyanú merül fel, hogy oda küldték titkosszolgálat, vagy bármilyen intézmény részéről, azonnal likvidálják, tehát ott föl sem merülhet annak a tételes kérdése, hogy ő szabadon jön meg. Tehát az, hogy ő ezt elmondta, hát ezzel azt gondolom, hogy kockáztatja a saját életét is. Nagyon érdekes a kérdés. Egyébként az, hogy éveken át szabadon járt Kelet-Európában, ugye ön is mondta, hogy szinte követhetetlen, hiszen nem lehet tudni azt se, hogy egyáltalán kicsoda. Hogy tudtátok mégis elfogni? Hát én azt gondolom, hogy ez remélem sosem derül ki. Mégpedig azért, mert nagyon fontos lenne tudomásul venni, hogy a titkosszolgálati felderítő munka az nem egy média hír. Uh-huh. Az nem lehet nyilvános, és ami eddig kiszivárgott számomra, az is hát kétséges. Uh-huh. Nem kell erről beszélni. A feladat ilyenkor a TEK-nek, a titkosszolgálatnak, hogy végezze a dolgát. Hát ez nagyon helyes és nagyon jó, inkább arra lenne tehát hogy az a része érdekelt, hogy ezt a férfit más titkosszolgálatok korábban éveken át, tehát senkinek nem tűnt fel, vagy... Hát amikor részletekben mennénk és találgatnánk, én meggyőződéssel hiszem, hogy nem azért bukott le, mert a feleségének vagy az adott nőnek rossz volt az okmánya. Ebben biztos vagyok, hogy nem ezért bukott le, ez lehet egy indok arra, hogy őrizetbe vették. Na, hát nagyon szépen köszönöm, meglátjuk, hogy mi lesz ennek az ügynek a vége, már ami nyilvánosságra kerül. Köszönöm szépen. De.